Az épület kórház felőli oldalán járhatnak be reggelenként a váltásra érkezők. Ha valaki kerékpárral vagy éppen motorral jön dolgozni, most már megfelelő helyen tárolhatja, amíg a szolgálata tart. Régebben ez nehezen volt megoldható. Mielőtt az állomást felújították, gyakran jártunk erre itt be, és itt egy ilyen, hát akarom mondani mocsaras, de inkább ilyen lápos terület volt, itt gyakran megállt a víz, nem igazán volt lebetonozva. A felújítás után is maradt olyan dolog, ami elsőbséget élvezett. Bútorokat, függönyöket vásároltak alapítványi támogatásból, hiszen mindennapjaik egy részét az épületen belül töltik. Ide jutottunk el odáig, hogy meg is valósuljon, hiszen van egy alapítványunk, ami ebben sokat segített, illetve különböző felajánlásokat kaptunk, és ennek segítségével sikerült ezt önerőből elkészíteni. Közel 40 négyzetmétert sikerült az elmúlt napokban beborítani. Szolgálaton kívül dolgoztak a mentősök, illetve az éppen szolgálatban lévők is besegítettek. Söpörték a homokot, adogatták a térkövet. Hasznosítani is fogják a területet. Tulajdonképpen ez egy gyalogos bejáró, úgyhogy ez egy régi vágy teljesült, hogy itt a bicikliket normálisan tudjuk tárolni. Most a bicikli tárolónk is van, csak le van festve, azért nincs még itt. Illetve egy ilyen magánterület vagy szabadidő terület lesz tulajdonképpen elzárva a másik résztől, ide ki tudunk ülni, pihenni, beszélgetni, itt lesznek asztalok kirakva, illetve hogyha családi nap van a mentő dolgozóknak, akkor ezt itt meg tudjuk tartani. A térköves rész mellett még van egy rendezésre váró földes terület, ahol két gyümölcsfa áll. Itt is parkosítás lesz a közeljövőben.